Krisztián, eljött az idő. Ezek a macskas raptorok elvették mindenünket. De most megkapják a magukét. Ugyanis van egy pajzsom. És még csúzlim is. Jól van, Máté. Meg kell szellidítenünk őket, Krisz. Okés. Muszáj. Szükségünk van egy raptorra, és vissza kell szereznünk a cuccainkat is. Vedd a kezedbe a balát! Hallom őket! Ja nem, ez még csak a kis raptor volt. Akkor még nem hallom. Ez egy Trodon. Hey! Anya! Hey! Hey! Ja, most elfelejtettem, hogy nincs ármarom. Jó, nyugi. És meghalok. Vagyis egy kék leüte. Jól van, 100 méterre haltam meg. Vissza kell szereznünk a cuccunkat, Krisz. Máté, van egy ötletem. Na? Nézd csak. Szerintem, igen? Hogyha ide felugrunk, akkor itt nem fognak tudni megtámadni. Igen. Ott van. Csak az az egy van, Máté, szóval le kéne balázni. Jó. Miért nem találja el? Ne, ez egy alfa raptor! Máté, fogd, de dobd már le a balával! Nem lehet! Nem lehet! Jaj! Fuss oda fel! Jó, megyek! Futálj, de nem fut! Fuss már, te szar! Nyugi, feljöttem! Azaz! Tudom lőni, nem látok semmit, de lövöm! Mi a franc? Megtámadta a teknőce! De ez nem is raptor, ez valami sokkal durvább. Oké, lövöm, lövöm! Oh, nem tud ide jönni. Legalábbis remélem. Alfa raptor. Ott van. Ott izé ólálkodik a... Izen közül. Ja, az nem az. Az valamilyen malac. Jó, már hátulról támad a raptor! Az madár. Okés. Várj, ott mászkál. Igen, látom. Jó, Máté, neked itt átra ment. Ej. Húzzál majd, ne hülye madár. Az a baj, nekem mögötte van a cuccom. Szóval meg kell várnunk, míg el. Oké, én vissza tudom szedni. Talán. Oké, visszaszedtem. Jó. Oké, és nekem nem van sajnos, vagyis nekem arrébb van még a cuccom. Jaj! Jön ide ez a büdös állat. Menjünk innen! De hogy tudott oda feljönni? Mert ez az alfa raptor, Máté. Nézd meg közelebbről. Nem tudom megnézni közelebbről, mert nincsen távcsövem. És nekem meg oda kell... Húzzál már innen! Miért lenne? Hát visszetted, nem? Elveszi a húsomat. Szóval most már szelidíteni se tudunk. Tökéletes. Jön ide befele ez a mocsok! Máté, nem tudunk még raptort szelidíteni. Egyszerűen de el tudunk, kell fogadni. Tudunk, csak raptort kell találni, nem ilyen óriás megadínót. El kell mellette mennünk, és meg kell találnunk azt a két másik raptort, Krisz. Valahogy el kell mennünk mellette. Nem tudom, de vissza tudtam szerezni a cuccomat, okay. Úgyhogy gyorsan futás be, csak szomjan fog halni. Én a eddigi cuccaimat kéne, hogy visszaszerezzem, Krisz. Oké. Húzzál már innen, madár! Várjál, vissza kell szereznem a másik cuccomat. Az ott volt annál a sziklánál. Már itt kell legyen a táskám. Igen, itt van. Húzzál már innen! Azaz! Jó, megvan a cuccom! Jaj, ne, overweight itt vagyok! Oké, és telítem magam. Jó, gyorsan föl. És meneküljünk! Nem tudok futni! De miért nem? Azért, mert túl vagyok terhelve. Ezt a béna. Jaj, ne, itt van! Ezt nem hiszem el! Ezt nem hiszem el. Valami fát dob ide nekem, Máté, mert nekem rengeteg férőhelyem van, direkt azt képeztem. Hát van itt ilyen. De ne abba, de miért a szerszámaidat dobod ide? Mert az van másik. Na. Akkor ez dobd el, hát nekem nem kell fővenni, a szerszámod. Baromság. Máté, elég sok újféle dolgot tudunk már kraftolni, mert én már 36-os szintű vagyok. Aha. És az a baj, hogy ilyen teljesen kezdő fegyvereink vannak. És szerintem ez még gyengék vagyunk. Itt a kő, Krisz. Ezt vett föl még. Na, így már na, hát erről beszéltem, hogy ilyeneket dobjál oda. Na, menjünk! Na, hello, srácok! Ez itt az Ark sorozat következő része.
Aj, Krisztián, még túl gyengénk vagyunk ahhoz az Alpha Raptorhoz. Sajnos a másik két raptor pedig elszökött, és ki tudja, hol találnánk az erdőbe másikat, szóval szerintem egy kicsit erősödnünk kéne. Igen, az a baj, hogy folyamatosan olyan dolgokkal próbálkozunk, amihez még túl gyengék vagyunk. És tudod, mivel tudnánk erősebbek lenni, Máté? Na, mivel ő? Hogyha lenne fémünk, ugyanis a fémhez kell, hogy most már egy csomó mindenhez, hogy le tudjuk kraftolni. Ja, gyorsan megnézi a csuklójába, Krisztián. Igen, na. Igen. És ehhez egy kicsit bővítenünk kéne a bázisunkon, ugyanis. Ez is elég picike. Úgyhogy szerintem neki is kéne állni, hogy itt egy kicsit csináljunk egy nagyobb platformot, és ide tudjuk rakni ezeket a ilyen kemencét, meg ilyen kraftolós helyet, meg ilyesmit, ami egy csomó fát igényel. Tehát, Krisztián, kire is van szükségünk ilyen helyzetben? Hát a nem baltára, másra, mert... mint a Matyira. A Matyi az túl sok tecset szed, és nem fát, úgyhogy ne, fá, ne a Matyi van. De a Matyi az egy csomó. De a Matyi az semmit nem ér. A Matyi az egy csicska. Nem vagy egy csicska. Itt van 100 fa, meg van 13 az inventoriumban is. De az semmit nem ér. 80 kell egy foundation, az is kell, vagy 15 belül. Jó, akkor vágok fát. Hát, én is ezt akarok. De a Matyi az kevés fát vág. A Matyi az nem vág kevés fát. De a Matyi az tökéletesen elég fát vág, főleg úgy, hogy nem ő vágja a fát, hanem én. Jó, mindegy, fát kell vágni. Az a lényeg, hogy tudjunk bázist építeni. És akkor megcsináljuk a fém csinálót, és csinálunk fém dolgokat. Például fémbaltát. Oda megyek a Matyival, és belerakom mindig az inventoriába a fát. Ezt akartam elmondani igazából. Jaj, itt hagyom a Matyit, és rakhatod a fát az inventoriába, Krisz, hogy ne kelljen mindig hazaszaladgálni. Ezt akartam ezzel a paraszaurral egyébként megcsinálni, mert ez erre nagyon jó, hogy szedünk fát, követ, meg stb. És egy rakást bele tudunk rakni az inventoriába, ha. Szóval nagyon jól tudunk járni. Mártam, hogy ötöt tud képződni a Matyi, úgyhogy képezd ki a Matyit. Igen? Jó, kiképzem. Csak először is berakom a fát az inventoriába, amire való a Matyi. Azt a ötször ki tud képződni, hát akkor a végtére rakom, mert ő erre való. Szóval... jó. Csak nem fárad el hamar? 660! Ennyit tud hordani magánál. Ez a Matyi, ez valami nagyon ügyes, ez a Matyi szerint. Hát szerintem is, a Matyi az a legügyesebb. Jaj, sokkal jobb szicsicska bengarot, mester. Nem. Nem. Igen, jó, akkor bunyózzunk egyet. De nem. Hordjunk fát haza. Megnézzük, hogy ki tud többet haza. Hordani, hát ezt én is tudok. Jó, megnézzük, hogy ki tud többet. Na, hozd ide azt a Matyi szodát. Jó, hazam, hazam. Sőt, tudod mit? Beállítom, hogy jöjjön utánam. Mert ilyet is lehet, érted? Én Able Following, gyere csak! Hú, azt a Bengar atymesterrel is lehet. Gyere már, Matyika! Na, ezt a szar, Matyi! Tud jönni, csak túl távolra van állítva, hogy... Szartyi! Várjál már! Hát csináljam már meg a dolgomat. Várjál, szartyi! Follow vagy. Distance, low vest. Gyere, azonnal indulj el, amikor én elindulok. Ez valami borzasztóan béna az a dino. Azt a mennyi fa! Na így, na ezt mondom! Így mennyivel könnyebb farmolni, nézd meg mennyi fa van már benne. Lassan megtelik amúgy, úgyhogy szerintem mehetünk. Oké, és egy csomó fát most vissza tudunk vinni, csak az a baj, hogy százanként kell visszahordani. Akkor tudod mit? Még kéne százanként visszahordani? Még mit, hova akarod hordani? Hát oda. Hát nekem vagy 200 belemegy az inventoriumba. Ide visszahozom a Matyit. Azért, mert Krisztián odaállította a dínókat, mert idegesíti őket. Igen, ja, mert idegesített a hangjuk, hogy ilyenek. Oké, okay, és fiber kell még nagyon sok, meg tetsz. Oké, okay, és a fibert azt úgy kell szedni, hogy be kell menni a tengerbe, és van olyan moha alul. De akkor én azt szedek, te meg szedje tetszet, okay. Jó? Erre most rájöttem, mikor játszottam, hogy videón kívül játszottam egy picit, és rájöttem, hogy így a mohát szeded a... vagyis a hínárt szeded a tenger aljáról, és akkor az rengeteg fibert ad. Oké, okay, van nálam 4 ilyen foundation, ezeket le is rakom. Hát igen, egy kicsit könnyebb csinálni, mint előtte volt. Azt a mekkora! Jó, nagyon király, viszont akkor ide kellene egy lépcső. Oké, okay, tecs kell még, és szerintem rendben is leszünk. Tecset is szedek, nyugodj! Ne azt, ne azt, ne azt a, fa, azt a fát, ki ne üsd! Úgy is visszanő. De ne... és kiütötte a kedvenc fámat. Kedvenc meg akarsz halni? Van kedvenc fát, hogy ajánlom is, hogy üsd ki a kedvenc fámat, hogyha meg akarsz halni. Jó. Kiütöttem. Na, arra viszem a Matyit, és ide tudok rakni ide is egy lépcsőt. Csak a campfire-t is majd arrébb kell vinni, Krisz.
Oda néz. Jó, mi? Na, egy kicsit most már ráfér erre a bázisra, hogy kicsit fejlesszük. Szóval ez nagyon jó lesz, hogy itt ez meg lesz csinálva. Kicsit át kéne rendezni ezt a házat. Szerintem. Én a mondó vagyok. És ide kéne rakni ezeket a smithiket, meg ilyesmiket. Csináljak még hármat ide. Hát, még mondjuk a másik irányba, vagy mondjuk erre kéne így még egyet, mert ez itt nagyon szar, hogy csak itt ilyen kis pici hely van. Ide még egy síkot húzza. Egy síkot? Mhm. Jó, hát akkor kell még egy rakásfa. Na, jó. De erre való a Matyi. Hopp, elfogyott a fája. Akkor menni kell. Na, akkor hozz azt a Matyit, azt ott átmenjünk. Hát vidd el te, én addig csinálgatom itt a dolgokat. Igen, ez így sokkal jobb lesz. Hát egy nagyobb felületünk lesz, ahol rakhatunk dolgokat. De... hát nem tudom, szerintem azért kéne bővíteni ezt a házat. Belül is. Jó nagy platformot kell, és hogyha nagyon kell bővíteni, akkor lehet bővíteni, de... szerintem még fölösleges. Hát jó van. Máté, hogyha megépítettük ezt a smithit, meg ilyeneket, akkor kéne fémet szerezni. És én láttam a barlangban ilyen fémes követ. Aha. Amin ilyen fémcsíkok voltak. Szóval azt meg kéne nézni, hogy ott van-e. Vagy hogy onnan jó sok fémet ki lehet szedni. Hát igen, igen, az okos ötlet, mondjuk. Megyek én is, segítek neked. Krisztián, kész is van a felület. Na, milyen lett? Hú, ez csodálatos! Ja, ez a padló nyilván még azért kell majd több dolog. Mint például ide kéne valami falat csinálni, de én arra gondoltam, hogy nem falat csinálnék, hanem kerítést, és valami tetőt neki. Uh-huh. És arra nem gondoltál, hogy lecraftolt végre azt a forcsot? Hát azt nem fogjuk tudni lecraftolni, mert 50 milliárd milliárd a dolog kell hozzá. Miért ne tudnánk lecraftolni? 125 kő, 65 hide, 5 flint. Jó, ezek semmik, igen. Te vagy a semmi. Hozzá követ, kis barátom. Nem úgy megy az, hogy itt kraftolgatunk, aztán nem hozunk nyersanyagot. Olyan nyersanyagot kapsz mindjárt. Miért húzom magaddal? Mert azt mondtad, hogy hozzak jó, és onnan nem lehet hozni követ, ami itt van mellettünk 10 méterre. Mert nem méter. Csak kő kell, hanem hide is kell, okoska. Köszönöm szépen, hogy szarrávert. Fog kell lenni rakáskő, jól van. Akkor mehet jó. A kővadászat. 70 kő van nálam amúgy. Jó, nálam meg 140. Jó, szóval akkor adadobom neked. Várjál, kell még bőr. Ide. Kell ja, mert abban is 65 kell amúgy. Nálam egy darab van. Nálad jó, nálam van? 72. Azt a kedves. Jó van, kedves barátom. Ügyes vagy, ügyes vagy. Hát én tudom, hogy ügyes vagyok. Tudom, de az itt az a baj, hogy ketten vagyunk, és te nem vagy ügyes. És két emberre egy ügyesség ügyes az nem elég. Én tökéletesen ügyes vagyok. De bengarotymester, mély szaladgálsz! Ugye nem tentett tönkre a bengarotymester? Nem tettem tönkre, szerintem megtámadta ez a madár, és azért szalad utána, látod. Tudtam, hogy most te rá magadra vonzod. De hát én nem csináltam semmit. Íjat vegyél a kezedbe! Szét fogja törni a házunkat. Mert jön utánad! Ja, várj. Utánam nem jön, a hülye madarat üzéli. Jó, és elöptem a egyetlen nyilvesszünet. Jó van, megölöm, akkor várja. Hát, hogyha látnám... Most már a Matyi is támadja a hülye madarát. Hát ezt nem viszem el. Hát ez csak a bajt okozzák ezek a hülye madarak állandóan. Jó, de hogyha pofámba mászkálsz az idióta. Azaz, Benga. Szép volt, Benga. Hol? Ez ennyi vagy, csicska. Add ide a bőrödet. Szép volt, Benga. Ügyes vagy. Ügyi vagy, Benga. Na menjünk vissza. Kedves uram, lehetne, hogy nem mászkál itt a házunknál, te. Te. Szóval, Krisztián, le tudom kraftolni ezt a... Miért nem tudom lekraftolni? Ja, mert kell hozzá 125 kö. Igen, meg fa. Add ide a követ, és már is le tudom kraftolni. Most még mindig nem tudom lekraftolni. Ja, mert nem adtad ide az összes követet. Gratulálok. Mert egyszerre csak 100-ot lehette, barom. Na. Refining Forge. Lekraftolás. Ja! Na végre! Ez az! Végre! Lekraftoltam, itt van! Hova rakjam, Krisz? Hova? Szerintem a sarokba ide. Ja! Le is raktam! Ez az! Na, akkor nézzük meg, hogy mennyi... várja, van ilyen mink van? Metal scrap. Várja, odaadom. Gyere ide ki. Oké, és na, eddig a kövekből ennyi ilyen fémet szedtünk össze, mert néha dob a kő ilyen fém. 19-et, aha. Szóval, ha ezt berakjuk, akkor semmit nem tudunk csinálni. No mert fuel! Mert szerinted mit a nap fogja szét kiolvasztani, bakker? Fuel 40 perc.
Ohohó! Begyulladt! Amúgy a charcoal az nem jó hozzá. Hát szerintem lehet, hogy jó. És úgy csinálsz, mint hogyha én lennék a ilyen végtelen kreatív inventor, és csak így nem, mindig te lenne tudod, mi vagy? Te az inasam vagy. Bele se lehet rakni. Aha. Ott is van! Mi? Végre! Hát ez nem is. Ja, azt hittem, hogy valamit mutatsz, hogy ott van. Na, én meg már 37-es szintű vagyok. Nagyon király. Kitin páncél! És a Smithybe lehet kraftolni. Na igen, ezért nagyon kell most már az a Smithy. Csak a Smithyhez kell 5 vas. Igen. Szóval most meg is lesz. Igen, és még kell hozzá egy kicsi kő, nem sok, meg egy kicsi fa, de az van. És a vas az pedig itt ég most ki. Már van 3. Máté, ez az. Írtózatosan sok vasra van szükségünk, és mondom, azt vettem észre, amikor a barlangba voltunk, amikor megtámadott az a pók, meg a kígyók, hogy ott volt ilyen vas csíkokkal ellátott ilyen kő, és szerintem abból nagyon sok vas jön. Aha. Viszont kéne ahhoz még szerintem izét is. Most szerintem ebből a vasból le tudunk kraftolni egy olyat, vagyis nézd meg, hogy fém csákány. Fém csákány, igen, azt le tudunk. Metal pick. Itt is van, és egy darab metal ingot kell hozzá, szóval bőven le tudjuk kraftolni, 10 hide. Szóval abból kraftolj 2-t, Krisz. A baltához már 8 metal ingot kell, de szerintem ez tovább is fogja bírni, meg többet is fog adni. Kedves uram! Ezt akarodna innen? Reméltem is. Jó, 6 darab metal ingotunk van, szóval elmegyek még követ szedni. Kell még hide, mindenhez kell hide, úgyhogy ezt is kéne még ütni, Máté, nézd, ott egy tekenyős. Tekenyős, jó van, és csak. Várj, a balával le lehet dobni. Minek? A lassú semmit, ami nem is tud menni. Ja, várjál, nézzük meg, hogy hanyas szintű. 4-es, jó, azt simán le tudjuk győzni. Oké, és mehet. És amúgy a 4-es is ugyanakkora izét ad, mint a 120-as. Szerintem igen. Várjál, a fejébe többet sebzek amúgy. Na még. Jó, megdöglött. Oké. Oké, akkor szedje hide-ot. Én szedek még követ, mert az arra nagyon sokra van szükségünk. Főleg, hogyha kő bázist akarunk majd valamikor csinálunk magunknak, akkor még több kőre lesz szükségünk. Hopp, megint kaptam egy metal ingotot. Tök király amúgy, mert nagyon sok ilyen metal ingotot adnak a kövek. Ingotot? Akkor tök jó, akkor ki se kell. Nem ingotot, tehát ezt a metal ore. Vasércet. Oké, na megvan a kő. Na szóval, Krisztián, le tudjuk kraftolni a Smithyt is, ami azt jelenti, hogy most már Smithing is lesz. Igen, ezt jelenti. Ezt ide lerakom mellé szerintem, és elvileg ennek az a különleges képessége, hogy tudsz benne kraftolni. Volt torcs. Igen, ezt már le is tudom kraftolni, mert ugye ezt képeztem ki. Na szóval, ki tudod akkor képezni azt a... Igen, én már kiképeztem a csákányt is, meg akkor a gyere, baltát meg is. Úgyhogy gyorsan megcsinálom, csak előtte még egy tűz helyet akartam, hogy tudjak kaját sütni. Ez jó. Az végre elértünk valamit, mert azért ezt már nagyon régóta meg kellett volna csinálni, egy kicsit így feljavítjuk ezt a bázist. Viszont szerintem csinálok ide körbe valamiféle falat, és arra gondoltam, hogy ezt a alacsony falat csinálnám meg, csak nem tudom, hogy ez mennyire jó. Hát szerintem biztos jó, csak van, ami át tud fölötte ugrani. A stone quarter wall az mi lehet? Azt írja, hogy olyan, mint egy kerítés, szóval akkor szerintem az jó lesz. Ja, és hogy kint tartsuk ezt a macskas büdös délre. Igen, az azért nem lenne rossz. Lekraftolok egyet, és megnézzük, hogy ez így jó lesz-e. És akkor ebből kell még egy csomót kraftolni majd. Így néz ki. Hát nem is olyan rossz amúgy. Vas csákány! Ez az! Wow, de királyul néz ki! Arra vagyok kíváncsi, hogy mibe kerül majd megjavítani. Hát oda viszed el Gerett és mutatja. Nem mutatja, mert fullos a szegélete. Mindegy, de ezt most csak a barlangba használjuk majd annál a fémes cuccnál. Okay. Máté, megnéztem a videó elején. Igen. És van még annyi, van annyi kitinünk, hogy le tudjuk kraftolni a kitin páncélt. Tényleg? Aha, szerinted lekraftoljuk neked? Nekem. Aha. Hát eléggé rozog a már a páncélzatom, szóval jöhet. Oké, és akkor kell hide még, úgyhogy... Ne, a paraszaurt ne, szegény! Leszarom. Aha, na melyik dínót öljük? A semeiket, uh-huh. Vagy a nem létezőt? Szerintem a nem létezőt. Oké, és... Ne azt, az a semeik. Ja, bocs. You are starving. Van a, ott van a...
tűzhelyen, izé, gyorsan, akkor azt... Hova tűnt a kajám? Jó, van ott a tűzhelyen, oké, én felfogtam, csak nem tudok visszamenni. Öljük le ezt a paraszaurt akkor. Az adni fog elég hát jó, de nem tudsz futni. Várjál, itt van még dodóka csak. El fog ájulni, meg fog halni. Nincs a tűzhelyen semmi, mert nem gyújtottad be, te ökörbarom. Nem vissza már. Mindig elfelejtem begyújtani. Meghalok! Gyerünk már, te ki kell tűnöd. Gyorsan! Mit tegyek, követ rákcsáljak? A bogyókat szedj. Ja, tényleg. Van egy rakás medzsobárink. Máté, a... Ja, nincs. A Benga rottymesternek van az inventoriába, vagy 1 millió bogyó. Gyorsan szedjél tőle. Várjál, itt is volt. Bogyós láda! De jó, hogy megcsinálta ezt a bogyós ládát, Krisz. Ugye? Aj, annyi mindent kell farmolni ebben a játékban, hogy nincs elég. Ja, Máté, jobban elő kell készülnünk a videókra, mert... Igen, szerintem is. Ezt elzárom. Na, te letted már magad, büdöske? Nem, semmit nem ettem. Hát ettem egy-két falatot, de ennyi volt. Krisztián, aludjunk, mert éjszaka van. Oké, jó van. Na, menj be, aztán nyomj egy szunyát. Jó, most én azt az ágyon, te büdöske. Jó, előbb is te aludtál. Nem, előbb nem aludtam, mert az nem volt benne a videóban. Ó, jó reggelt, kedves barátom! Most te itt aludtál. Aha. Ezt a csicskát. Hogy tudsz te ott aludni? Na, vegyed ki a húst. Jó, ki is veszem. És menjünk, öljünk. Kell de miért kell ebből amúgy 100-at enni? Nem lenne az sokkal jobb, hogyha csak megeszel egyet és főtölti a kajádat? Miért kell 85-öt megenni belőle? Na jó van, Máté. Odaadjam neked a kitimpáncét, hogy megtartsam magam. Hát ez természetes is, hogy nehéz. Adod. Hát nézd már meg, milyen csöves ruhám van. Hát ez kell nekem az a kitimpáncél. Na adjad csak ide, adjad. Wow! Ez az! Juhi! Wow. Na kíváncsi leszek, hogy néz ki. Oké, okay, először felveszem a csizmát mondjuk. Wow! Azon a mini lábad nagyon jól néz ki. Ez valami borzasztó. Felveszem a nadrágot. Wow! Azt úgy nézek, mint egy rák. Kesztyű. Rák ember. Azaz! Melvért. Oh-ho! És sisak. Let's go! Azt a vas ember. Nem, ez kitin ember. Azt a demenőm nézek ki! Wow! Azt a, mint egy ilyen... ökör ember. Én nem vagyok ökör. Tudod ki az ökör? Az te vagy. Mekkorát szartam. Máté! Le kéne raknunk a vasat. Ezt lerakom ide. Jó van. Az emberi szart hol gyűjtjük? Azt a szádban. Azt hát ez olyan vicces volt, hogy egyszerűen ez muszáj van. A szar az elromlik? Nem aha, igen, 41 perc. Nézd meg a nyelveddel, hogy elromlott. De vicces vagyok, ja, és nem tudod elérni. Ez az oda rottyantottam egyet, csak be ő gyorsan. Szóval Krisztián, szerintem készen állunk, mert megvan a csákányunk is, és megvan a kitimpáncélom is. Szóval készen állunk arra, hogy bemenjünk a barlangba, és bányásszunk vasat remélhetőleg. Igen, az nagyon fontos, csak remélem, hogy nem lesz ott ilyen hülye gyík, meg ilyenek. Lesz ott gyík, hidd el. A legrosszabbra kell számítani, Krisz. Ja, szóval... viszont Máté van nyilvesszünk, mert... Nálam van 47 darab. Sima? Sima. Ő, akkor felét ad majd. De hagyadom. Jó, akkor szedek magamnak. Oké, és várj csináljunk egy fél órán. Csináljunk még, az még ebben ránk jó. Fér. Oké, és na, akkor szedek a hínárból Tybert, meg akkor szedek Flintet a kőből, az újdonsült csákányommal. Jaj, amúgy én is kipróbálom. Osztom át a kis pici szikla adott két követ. Vagy két vasat. Én úgy látom, csak véletlenszerűen. Jó, már azt hittem, hogy ilyen jó az a csákány. Oszta! Adott egyet, adott egy vasat. Hát szerintem sokkal többet ad. Na megnézem, hogy hogy kell feljavítani. Igen, egy metálingot kell hozzá, wood meg hide. Szóval kell hozzá metálingot, és csak a smithybe lehet feljavítani? Igen. Oké, akkor az nem jó, de nem baj. De hát meg sem mozdult nekem, kiütöttem vagy 3 követ, és a meg sem mozdult. Hát igen, nyilván, és tovább is bírja. Szuper, nekem van 70 nyilvesszőm. Oké, és én is tudok 33-at craftolni. Szuper, Krisztián. Ezt tudod, hogy mit jelent? Szuper, Krisztián, ezt jól mondtad. Ezt tudod, hogy mit jelent, Krisz? Azt jelent, kedves barátom, hogy elindulhatunk. Úgyhogy menjünk már, itt van. Ott széttört tutajunk. Igen, amit még a óriási Benga vízi szörny tört szét. Ja.
De semmi baj, ugyanis nem sokára minden nyersanyagunkban lesz 100. Hogy miért, azt nem tudom, de biztos. Ja, amúgy most jutott eszembe, hogy állandóan csak így átmenjünk a vizen, és ez így körülbelül 60-szor egyszerűbb, hogy ide jövünk egyből, csak innen. Ja, meg kétszer annyi idő. Na menjünk. Remélhetőleg mindennel el fogunk tudni bánni odalent. Máté, te miért ilyen rohadt lassan futsz, megkérdezhetem? Mert nem nyomom a shiftet, vagy utalérj. Ja, jó. Jól van, na Máté. Akkor is visszalátogatunk a barlangba, ugye, ahogy emlékeztél biztos. Elég durva kígyók, meg mindenek voltak ott, meg pókok. Hát igen. És ráadásul még ott volt egy gyík is a plafonon. De hát igen, az attól félek én a legjobban. Igen, attól én is. Meg tudod, mitől félek? Hogy már a fele vizem lement valamiért, pedig most ittam egy másodperc. Hát igen, mondjuk az is félelmetes. Ja, volt de semmi baj, kedves uram, ugyanis minden a legnagyobb rendben van. Hagyjatok már! És beköp! Eó! Hol vagyok? Én sem nem tudom. Nem látok! Megöltem. De ne engem is már! Hát de nem tudlak nem téged ütni, mert állandóan magaddal ránt, aztán nyomarom! Ne menjünk ki a napra, menjünk be a barlangba, Máté, mert lemegy. Szerintem is. Na szóval, Krisz, a célunk, a küldetésünk... Az, hogy jók legyünk. Nem. A küldetésünk az az, kedves barátom. Hogy vasat szerezzünk. Vasat szerezzünk, méghozzá olyan célval, amúgy... Várjál! Oszta egy ütése két kristály! 4! Na igen, 6. ezt mondtam. Azta 10-11! Nekem 2! Na, menjünk! Azt a 22 kristály! Szuper! Ja, azt a micsoda lagvilágba kerül. Ja, nem a lagvilág. Lagvilág. Krisztián, menjünk le! Menjünk jó, le oda, jó, ahol jó voltunk, és nézzünk be további mélységek. Ja, az elsődleges cél az, hogy azt a fémet kiszedjük onnan. Igen. És miért úgy ordibálsz, mint egy őrült majom? Máté! Ne laggoljál már! Jó, nem akarok laggolni, véletlen csinálom. Amúgy egyébként Krisz, csak mondom, hogy eltűnt a spyglass-em. De hogy miért? Ja, nekem is. De hát így tudunk craftolni ezzel. Amúgy lehet, hogy tudok is, várjál csak. Nem, hide kell. De az nincs. Nem baj, nem van sokára itt lesz. A barlangban olyan szörnyeteg, ami ad nekünk hide-ot, ha kell. Hát pontosan is. És most bala is van nálam. Máté, ott sem. Hát azért óvatosan, igen. Máté, merre menjünk? Akkor, ja, hát arra, mert ugye ott volt a fém. Igen, viszont lehet, hogy be kéne ide nézni a kígyó barlangjába, és mit majd szalsz? Benézünk. Igen, csak lehet, hogy itt jobban járunk. Gyere, először nézzünk. Hát de honnan tudod? Itt mert már voltunk, itt még nem voltunk. Nem. Hát ez az. És itt lehet, hogy valami gigantikus ott mega... lebeg valami! Látod? Nem. Valami... mit tudom én mi? Hol vagyok? Ott lebeg. Hé? Mi az? Máté, ott is van ilyen fém! Mi ez itt a hang? Itt állsz rajta! Igen, látom, de várjál már, mi ez? Ez egy gyémánt! Oh, repül! Repülő gyémánt! Mi ez? Lootkrét! Oh. Ez egy láda! Oh. Mastercraft slingshot! Mi a szar? Journeyman Pakis... Pachyrhinosaurus Saddle. Ez komoly! 1300 hide-ba kerül, hogy lekraftold. És az mi recept? Meg áró, tranku áró, azaz állítónyilvessző. Azt a kutya meg a macska rúgja meg. Ja, vagy ez recept? Erről beszéltem, te okoska. Na. De nem, ez equipable. Itt van, fel tudom venni ezt a shirtet is. De mi lehet ez vajon? Cold Resist 28,9, Armor 24! Mondjuk ez 50-et ad, de ezt oda tudom neked adni, hogyha kell. Azt ez legendary. Jaja, de ezt a slingshotot miért nem tudom használni? 214 damage-t okoz. És srácok, ez micsoda, írjátok már le. Ja, ez valamilyen legendás, ilyen... Legendás... póló. Nézd csak ide, ez az, amiért jöttünk a barlangba, látod? Igen, látom. Mehet. Úgyhogy nézzük meg, mennyi fémet ad. Okay. 3-ra. 1, 2, 3. Hóó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 ó
Oké, és Máté, ott is van még. Van egy csomó. Jaj, ne, teli lesz az inventory. Mennyit nyom ez? Sokat. Ja, csak 9-et. Ja. Amúgy ide dinóval is be lehet jönni, vajon? 14, 16!
azt a mennyi fém! Lőd! Mi az? Nem tudok futni! Gyorsan dobni el valamit, gyorsan! Mit? Fuss már, te béna! Nem tudok! Vissza kell harcolni! Dögöljetek már meg! Miért nem halnak meg? El kell dobnom! Hol van? Fuss! Meghaltam. Ez hihetetlen! Haza kellett volna jönnünk! Miért nem az ágynál? Itt vagyunk. Visszatértünk. Itt vannak a pókok. De viszont Máté, valamit tudnod kell. Mit? Azt, hogy... lehet, hogy elvesztek az utcai. Nem vesztek el. Hallom őket. Itt van! Vigyázz! Mi a benn van a kis mocsok? Ezt nem hiszem el! És már jön utánunk, ezt nem hiszem el, most, hát most így már tényleg elvesztek a cuccaink. De hogy beültek oda amúgy? Krisztián, ki kell vonzani őket. És visszajövök. Kire mennek, azt kell megnézni. Rám szerintem. Rám jön. Igen? Igen. Akkor én bebújjak ide a sarokba. Izét. Hülye bókó. Jó, visszamegyek a cuccomért. Még itt is van. Wow, de átugrottam! Ne, lepaukálózott! Azaz! Juhihá! De még itt is van! Hol van a cuccom? Cucc! Nincs itt a cuccom. Nincs itt a cuccom, eltűnt! Anyád! De látod itt a táskám, akkor hát csak kell legyen a táskám! Na visszajöttünk, srácok, visszaszerezzük a cuccunkat, el kell intézzük ezeket a macskas kis pókokat. Rajtam aztán nem fog ki egy pók se, az is biztos. Nézd meg, milyen izmos vagyok szerinted, nem tudok ketté tippenteni egy pókot. Ja, Máté, van egy kis ötlete. Na milyen kis ötleted? Ne kis ötleted legyen, hanem nagy. Megpróbáltam otthon ezzel a fém csákánnyal verekedni. Igen. És nagyon-nagyon sokat sebez azokhoz a kő cuccokhoz képest, a kőfegyverekhez képest, úgyhogy szerintem ezzel le tudjuk ütni a pókokat, csak szét kéne őket választani, hogy ne 8-an jöjjenek egyszerre, hanem egyesével, és akkor szerintem el tudunk velük bánni, és akkor vissza tudjuk szerezni a cuccainkat, és haza tudjuk vinni a fémeket, meg minden. Viszont nálam nincs semmi. Mindegy, Máté, maradj mögöttem. Én már veterán harcos vagyok, ugye tudod? Oké. Viszont az előbb, amikor oda mentünk, akkor nem volt még... nem volt ott a cuccom. Szóval azért remélem, hogy azért ott van. Ott van egy pók! Ott egy pók! Látom! Mindjárt megtudja, hogy mitől döglik a légy. Minden megtudja, hogy mitől döglik a pók. Nézzük meg, hogy egyedül van-e. Hát mondjuk itt a gomba mező. Ups. Jön a büdös csicska! De miért ad ilyen nagyon izé hangot? Ilyen veszélyes. Futás vissza, Máté! Futás vissza! Ketten jönnek! Igen. Máté, megpróbálok meg küzdeni velük! Jó! Én megnézem! Ez az! De minek ugrasz be elém, hogyha véletlen megütlek? Máté meg még rezgerezett. Engem is megmérgergerezett. Ennyik vagytok, csicskák? Máté. Ja, várja meg, én addig itt állok, Máté, amíg szarok egyet. Úgy érzem, mindjárt elájulok a méregtől. Igen. Nem tudom, meddig bírom még ébren. Én tudom. 3, 2, 1. És beszarik ez a dög. Hát figyelj. Hát szerintem nem lesz semmi bajom. Miért most elrontottad, várjál. Mert itt akartam állni addig, amíg szarok egyet, és rászartam volna a fejére. A fenében nincs nálam balta. Eszem. Francba kicsit elszámoltam magamat. Viszont le tudtuk győzni. Ez viszont már nagy előrehaladás, kisfiam. És így bedőlt oda póklábak közé. Krisztián, nyugodj meg! Egy kicsit szenvedned kell, de megígérem, hogy hasznos lesz az a szenvedés. Szét tudod szedni ezeket? Amúgy adnak valami értelmes dolgot?
De még mindig fölfele megy a szar. Ugye nem fogsz meghalni? Remélem. Várjál, föl... én addig itt kockapóker ezek egy sarokban. Fölfele megy az a hülye csillagozás. Az, hogyha maxra fölmegy, akkor végem van. Vagyis, jó, most már lefele megy. Már úgy érzem, hogy kezdek. Várjál, addig még felkelsz, vanzak ide pár új pókot. Ne! Mi az, hogy ne félsz? Máté, úgy érzem, hogy kezdve egy kicsit jobban érezni magam. Na, szuper, addig mire odaérek, már jól is leszel. Pókicek, pókicek. Merre vagy tök? Máté, jöjje, barom, ne csináld! Nyugi! Már nincsenek sokan, már csak egy ilyen hárman, négyen lehetnek. Hopp, most nagyon sokat jöttem le, és nincsenek itt egyek se. Jaj, mi ez a nagy lag? Fölkelté? Jó, fölkeltem. Na, verd szét őket! Oké, sajnos nem hoztam baltát, úgyhogy most több húst kapok, és kevesebb kitint. Máté, nézzük már meg közelebbről ezeket a büdös... Hát moskos, én látom, ilyen macskas, ilyen... milyen szőrök ezek, vagy egy tüskék. Máté, lehet csinálni nagyítót is. Igen. Azt is kéne csinálni, nem? És ez mire jó? Hát így fogod, hát és ilyen közelről megnézed a dolgokat. Várj. Hülye dög! Várjál! Póknak álltázom magam. Most várjál, hogy most bemegyek közeljük, és nem fognak felismerni. Ez, lekraftoltam egy baltát. Na, akkor tudok kitint szedni. Tényleg tudtál baltát kraftolni? Ja, volt nálam, tudsz. Akkor ezt is szedsz. Na, dobd már el. Na, hogy most kezdtem úgy? Szedd szét! Okay. Van, neked is fogunk tudni kitimpáncélt csinálni, és egyébként én nagyon sokáig bírtam azzal a kitimpáncéllal, szóval reménykedek benne, hogy visszatom szerezni. Nyugi, Krisz! Mászok! Hova senki mászok? Nem fog észrevenni. Olyan vagyok akár egy ninja. Mi ez az árnyék? Ja, az a tiéd. Na itt vigyázz, mert itt talán lehetnek még. Hey. Igen, ott van kettő. És már megint kettő, akkor megint el fog ájulni. Hát nem láttam, de... Gyere, gyere! És ezek köpködnek is, hanyas szintű, látod? Nem. Jó, de ez csak egy darab. Ez egyedül van, úgyhogy... Meghalsz, ez az. Azaz. Máté, szerintem megint el fog ájulni. Gyorsan előtt kifarmolva kitint. Oké. Hopp, item caché. Mit dobott? Nem. Ez az! Csákány! Csákány, 19 áró, meg egy tranquil áró. Van csákányom, szóval most már én is fogok tudni ütni. Oké, és az jó hír, ez a fém csákány, neked is kellett volna craftolnunk fém csákányt, mielőtt elindul. Jó, ott a másik. Jó. Újulj, ez hangosabb. Máté, maradj mindig mögöttem, ez a fontos. Nyugi! Én ide bebújok. Ott és jön, ha jön, akkor jön, tarkon vágom! De most téged kezdett támadni, ez az, meghalt! Azaz, simán Máté. Megöltem. Ne, Máté, ne, mert én megint be vagyok mérgezve, és jó, nyugi. Kell járjon a méreg. Mert hogyha úgy támad meg, hogy el vagyok ájulva, akkor meghaltunk. Oké, nyugi. Nem támad, jó van. Ez az, kakesz. Egyél egy kis kakeszt. Egyél egy kis kakeszt, Krisz. Attól jobban nem leszel. Nem eszek, rádobom. Hidd jó, el, lejárt a méreg megint. Attól jobban fog leszel. Fogd már, mert a szarevő. Na várjál, szarevő. Na, verd agyon. Vigyázz! Ketten is köptek, gyere visszább! Két köpő! Te üsd meg először mindenképp. Ezek csak ilyen köpők szerintem. Máté, Google-ba menjünk. Ezek íjászok. Üdös csicska! Vigyázz! Oh, majdnem eltalált! Nyugi! Mondom, ezek íjászok, nem akarnak előrébb jönni, látod? Mit köpsz? Mit? Ne köpködjünk. Hopp, hallottam, hogy kirakja a kis lábait. Nem mernek jönni. Hát na nem gyere. Is találkozom. Hol van? Itt van Ben! Be van ragadva oda! Ez komoly. Igen. Webbed lettem! Ott van benne a fűben, hát nem látsz te ökör barom. Itt van. Üsd! Dagé! Azaz. Mi ez? Ja, a webbed. Na, üsd szét gyorsan. Szerintem Manfred, ez volt az utolsó. Webbed. Megint ott van egy ilyen láda. Komoly. Igen, ott lebeg. De az olyan OP, ezt ki fogom kapcsolni. Nem OP, jó. De ez OP. Jó az. Na, üsd már agyan. Várj, van item kaséja? Igen, várj. Access inventory. Spear. Na, az jó. Igen, meg primitive gloves. Oké. Okay. Na, itt kell lenni egy táskának, Krisz. Máté. Óvatosan menj. Óvatosan.
Jó. Oké. Okay. Én engem itt töltek meg. Itt egy táska. Ops, ott van valami. Ez nem az enyém, ez az enyém, de nem az, amire gondolok. Itt van az összes cuccom, ez az! Tényleg? Igen. És engem hol öltek meg? Itt van! Ez az! Mi az összes cuccom? Let's go! Ez az, fel is eszem a legendary shirtet. Wow, kicsit kaszos lett. Te! A kaszos munkát el kell végezni. Na meg az, fiatal ember. Fiatal ember, uram. Oké, okay, Krisztián, el is végeztük a dolgunkat. Jó, eldobtam a követ. Oké, okay, jól van. Ezt nagyon megúsztuk, Máté. Csak egy dolog van hátra. Én szereted, hogy milyen erős vagyok? Én szereted, hogy milyen erős vagyok? Aha. Úgyhogy, most tudod, milyen kedvem támad? Na? Hogy megtámadom azt a büdös gyíkodat. Ne! Állj meg! Állj meg! Nézzünk ide be először. Mert itt most meghalt az összes pók. Ja, az igaz. Jó, menjünk. És ott van még egy olyan láda, szóval azt is kinyitom. De nem már, az csalás, ilyen nem legendary. Nem csalás, de gyémán. De ilyen legendariket kapunk belőle, az csak. Azt a... Blueprint Journeyman Hidehead. Wow. Blueprint. Aha, Saddle. Wow. Jó van. Meg Steamberry. Mi a? Azt a rohadt, megállt a szívem. Mit állt meg? Nincs is szíved. Megállt a szívem, minimum 0,3 másodpercre. Vigyázz, mert lehet, hogy újra spawnoltak a... Ja, de nem spawnolnak újra, mert a gyíkok is meghaltak. Mert hogy a kígyók. Oké, okay, viszont egyre nehezebbek vannak befelé. Igen, a fúja, tudod? Igen, én is azt Ops, ez valami cseppkő. Barlang. Már ott. Ja, Krisztián, ide még kevesek vagyunk, mint mackó sajtban a brumbagás. Inkább menjünk vissza. Oszta, ilyen nagy vasdarab. Vigyázz, itt van valami előtted! Mi? Itt van. Hát nem látod, ez valami vasdarab. Ott van ilyen, ott van a, az a titanoboa. Jaj, ne meg! Skorpió! Mi? Scorpion! Várj, azért ezt a fémet még össze kéne törni. Várj, bemegyek. De hülye, elmenj be a Scorpionhoz. Én most erős vagyok. Ja, hogy ott van a Scorpio? Hát akkor húzzunk ide. Igen. Máté, próbáljuk meg meglőni, mit szólsz? Hát szerintem az nagyon rossz ötlet, egy Scorpiót. Ah, mi a franc? Lőd! Ez én miért? Az! Én kevesebbet sebzek. Csaló, disznó. Jó, ott van még a Scorpio is, jó, Máté. Várjál, mert lehet, hogy nem fog tudni mozogni. Oké, tudok mozogni, jó. Meglőjem a Scorpiót? Haj, nem jó ötlet. Krisztián, túl mélyre merészkedtünk. Látod a Scorpiót, Máté? Látom. Meg kéne nézni, kéne craftolni, van fánk. Várjál. Ezt muszáj lenne szétütni, várj, bemegyek oda és szétütöm. Van nálad fa? Máté, nézd meg. Van 8 darab. Kell craftolni egy távcsövet. És meg kell nézni, hanyas szintű az a Scorpio. Először öljük meg. Van nálad távcsövet? Először öljük meg, hát kösz. Most craftolok egy távcsövet. Jó, craftolj. Ó, azt a milyen barlang van ott benne. Na, hanyas szintű? 31-es. Ez most komoly? Igen. Úgyhogy ezt szerintem még hagyjuk. Jó, és hogyha megtámad, hát is... Amúgy várjál, Krisz, ez nem ugyanaz a barlang, mint onnan. Nem. Biztos? Biztos. Mi annak a neve amúgy? Hipogriskifusz. Nézd meg. Pulomakroszkopikusz. Pulmonoszkorpius. Pulmonoszkorpius? Igen. Pulmonoszkorpius nyereg! Lehet olyat craftolni. Ez is kamaj. Oh. Mi? Ez valami új dolog. Mit kapsz? Máté, megmozdult! Nem tudok futni! Nyugi. Nyugi, csak így megmoccant egy picit. Jó, eldobom a követ. Jó, hogy most már tok. Oké. Várjál. Máté, bolát rá lehet dobni, és van nám két bola. Obszidián! Oh, ez most komoly! Azt kaptam! Máté, rá lehet dobni a bolát. Ez most komoly? Igen, és van nám két bola. Nálad van bola? Van 4. Máté, akkor... De hogy szelidítsük meg, nincs nálunk trankuáró. Várjál. Vagy mégis? 12. Először is megnézem. Máté, ide vonzom. Várjál, ne. Jó, de mi volt ez? Mit kell adni? Mi volt ez? Paricus moricus. 5 darab trankuáró kell bele. És ramit 63. 63 ramit, nekem 18 ramitem van. Hát nekem... Nem, 58 ramitem van. Oké, okay, nekem 18. Okés, Máté, meg kell szelítenünk. Gyerünk. Máté, adj nekem is trankuárót, és akkor egyszerre tudunk lőni. Jó. Ez... Én nem tudom, hogy ez most hogy fog elsülni, Krisztián, de egy biztos. Hogyha ez most sikerül, ez lesz a világ legdurvább dolga.
Ja, csak de azért el dobjunk rá jó, dobjunk rá Balá. Megpróbál minden eltalálni Balával. Kezdődjön a harc! Hiá! Bele fogunk lőni. Ledobtam! Led! Ugye a trantúval... Ott jön egy másik! Ezt lőtt! Jó! Menekül vissza! Ez az! A másikat meg kell ölni! Jó, azt is... Rakd be a ramit, gyorsan a ramitet! A ramitet rakd be! Jó! Oké, rakd be! Azt meg kell ölni! Még a bolát kell rá dobni! Lőd! Le! Oh, unconscious! Jó! Oké, és... Mit csinálja? Mi történik? Mit csinálja? Ez az! Az hanyas szintű? Nem tudom. Ez csak 12-es. Ez 31-es. Akkor a felét rakjuk át oda. Hát jó, de és hogyha ez megeszi egyik felét és nem képződik ki, és az is a másik felét és az sem képződik ki. Máté, várjál. Szerintem inkább azt öljük meg. Hidd el, Krisz. Öljük meg. De akkor a kis szintűt öljük meg, és a nagy szintűt. De nem, mert azt nem biztos, hogy... Nem tudom, mi történik. Jó, de mindegy már, mert Ajze is kiképződött, már egy csomót képződött. Igen, azt mondom, hogy... Jó, akkor öljük. Jó, öljük meg! Meg ez... Ez female. Jó. Oké, és meghalt. Azaz. Szétütöm. Oké, és Kitty. Oké. Jó döntést hoztunk, Krisztián, nyugodj meg. Oké, és 18 kitint adott. Azaz. Ez az gyorsabban megy fel a taming, mint az unconscious. Igen. Le. Ez az! Jó, oké. Nyugi, maszkanopikus Morpheus. Mindenről lesz. Gyerünk, Morpheus. Morpheus. Nem semmi baj, Morpheus. Oké, már szerintem meg is van a neve. Én azért ezt nem csinálnám ott a Scorpio előtt a nagy rákollóival. Ez a Smarnoska minus Marnius. Mindjárt megvan. Máté, obszidiánunk van, az vajon mire van jó? Nem tudom, de itt van még egy, ezt kiütöm. Már kiütöttem. Ja, igen? Az szuper. És két obszidián. Nagyon ritka. Modern technológiához használható. Tényleg? Igen. Modern technológia. Ez az, mindjárt megvan. Van egy szomorú hírem, azt a nagyobbat is meg tudtuk volna témelni. Na mindegy, most már. Legalább lesz egy Scorpiusunk. Mindjárt megvan. Mennyi hide-od van amúgy? Nekem van 37. Ez az, nevezd a Skorpiódat! Juhu! Ez az! Morpheus! Szerbusz, Morpheus! Vigyél ki ebből a barlangból. Haza kell mennünk, és le kell gyártanunk hozzá a izét. Jó, na mehetsz. Oké. Engem kivisz. Nem tudom, hogy mennyi fém van nálam, azt hiszem van egy jó nagy darab. Jó. Nekem 18, azt tudom. Ja, nálam nincsen, mert eldobtam. Szóval akkor nem tudom, hogy hol van. De miért a fémet dobod el? Mert az volt a legnagyobb. Nem, 13 szerintem van. Szerintem már eltűnt. 13 van csak nálad. Stoba. Mekkora hülye vagy te, miért nem szedtél többet? De mindegy, mert otthon farmoltam még most videón. Várjál, mert nem tud menni utánad. Valamiért oda beakadnak. Jó, oké, elindult, jó van. Oké, és gyere Morpheus, gyere csak. Na itt jöjjön át. Hát úgy tűnik, hogy ide sajnos beakadt. Máté, megpróbálunk lecraftolni a nyerget, és rátenni, és kijönni vele együtt. Hát srácok, sajnos ide beakadt. Szóval itt kell hagyjuk a Morpheust, és ki kell mennünk nyeregér. Szóval, induljunk. Igen, és reméljük, hogyha mi fölvesszük rá a nyerget, akkor ki tud jönni. Pedig az az egyetlen hely, ha ott átjönne, akkor itt már ki tudnánk. Igen, itt már ki tudna jönni, de sajnos nem tud. Kell egy rakás hide, ami... Ami itt a hide. Igen, hide lelőhely, úgyhogy mehet, 3, 2, 1. Tök jó, hogy számít, hogy hol lövöd meg a teknőst amúgy. Igen. Oké, és megvan. Lecraftoltam a nyerget a Skorpióra. Máté, most már csak imádkozzál, hogyha ráülünk a Skorpióra, akkor ki tudunk vele menni. Krisztián, szerinted véletlenül hívnak úgy, hogy Skorpión kilovagló? Aha, már szerintem véletlenül hívnak úgy. Nem is hívnak úgy. De igen. A büdös hazugtől. Már számtalan Skorpiót hoztam ki barlangokból, úgyhogy... Mit hoztál? A beceneveim egyike Skorpión kilovagló, úgyhogy... Hol kaptad ezt a nevet? A Dili házba? Ezt pont nem a Dili házba kaptam egyébként. Szóval ja, ezt épp nem. Ezt épp nem. Ja, jó. Na jó, gyere Máté. Jaj, várjál! Mi az? Egy kicsit pihennem kell, mert beceneveim egyike gyorsan elfáradó. Jó van már.
meg a beceneveid egyik az a szarev. Az ja, meg a beceneveim egyike, pofán verlek, hogyha szítsz engem, úgyhogy húzzárém. Jaj, ne! Gyorsan elfáradó hát lettem te, megint. Hát de te mondtad, hogy te szart szoktál lenni. Én soha nem is mondtam. De hogy ne vagy... Mi? Azt mondtam, hogy te egyél szart. Oda szartam, és azt mondtad, hogy... Edd meg, én is azt szoktam. Hát ezt mondtam. Nem hát já... Nem is ezt mondtam. Ezt mondtam, tehát játsz vissza, srácoknak. Jó, hát visszajátszom én, de nem mondtam ilyet. Egyél egy kis kakeszt, Krisz. Attól jobban nem leszel. Nem eszek, rádobom. Hidd jó, el, lejártam a méreg megint. Attól jobban fogd leszel. Fogd már be, te szarevő. Jó van, na és most itt lesz egy Alfa Raptor a bejáratnál. Szuper lesz. Becenevém egyiken Scorpion Morpheus-szal Alfa Raptor lezúzó. Ne, és neked mindenre, amit lehet csinálni, arra van egy beceneved? Aha, tudod mi meg az egyik becenevem? Minden beceneves. Na, mehetünk. Hello Morpheus! Meghoztuk neked a nyerget. Néhány kinkeserves perccel később. Srácok, sajnos semmi mód nincs rá, hogy kihozzuk ezt a Scorpiót. És ez egy bug egyébként, de megoldattuk, sikerült kihozni. Hát egy kis a varázslat segítségevel, de... Ez az, Krisztián! Szerinted mi a helyzet? Szerintem mi a helyzet? Az a helyzet, hogy én vagyok a király. Há, jó keveset sebez. Ez nem az, nem. Ja, akkor lehet azt kell neki se... fejleszteni. Igen, ja. Igen. Várj, állj meg! Hogy üsz te azon, így térdelsz rajta? Mert én vagyok a király! Na! Irány haza! Juhú! Krisztián! Tudod, hogy mit lehet majd ezzel a Skorpióval csinálni? Mert én tudom, és nagyon durva. Mi az? Most szúrt. Igen. Mert néha sz... Fontosan. Tudod, hogy mit lehet? Mérgezni. És a mérgezést tudod, hogy mit szokott velünk is csinálni? Elájulunk. Pontosan. Tehát szerintem ezt a Skorpiót tudjuk majd arra használni, hogy elájítsunk bizonyos dínókat. Nincs kedve megpróbálni normálisan beszélni. Ne ütögessé már. És neked miért mindig így meghal a Skorpiót? Így ankan cseszelődik. Semmi ilyesmi nem történik. De így... És így meghal, így alattad. Dehogy hal. Hülye vagy. Na, rakjuk fel a tutajra, azt vigyük haza. Oké, és Máté, ezt te amúgy elhiszed? Én nem tudom, de ez nagyon durva expedíció volt. Ja, Krisztián! Mi az ott? Újabb épület a házunk mellett! Menjünk, várjál! Tényleg? Igen. Máté, gyorsan menjünk oda! Gyorsan menjünk oda, a nagy, gigantikus, óriás Skorpió van, ami lovaglok, és nézzük meg ezt az elképesztő dolgot, hogy ott van még egy épület a házunk mellett. Hát ez most tényleg durva, mert kiépítette oda vajon? Nem tudom. Wow! Mi ez a sok láda? Fa! Aszta. Kő! Fiber! Szén! Ho-ho-ho! Aszta, mindenre csináltál külön ládát! Milyen aszta. Ügyes vagy te! Tényleg nagyon ügyes vagyok! Ez az, hazaértünk és minden cuccunk megvan! Hello Matyi, hello Bengarotymester! Hadd mutassam be új barátotokat! Morpheust! Sziasztok, Bengarotymesterék! Itt van mostantól Morpheus! Na, hadd nézzem meg azt a Skorpiót közelebb. Oké, gyere csak meg közelebb. Gyere ide a napra. Oké. Állj csak ide. Pattanj föl rá nyugodtan. De nem akarok fölpattanni rá. Én meg akarom nézni közelebbről. Pattanj föl Morpheusra. Nagyon szép. Kicsit olyan, mint egy amúgy ez ilyen kis pókos, nem? Ja, lehet, hogy azért mert egy Skorpió. Szerintem lehet. Azért, nem? Ja, lehet amúgy. Akkor szerinted ezt tényleg tud mérgezni? Nem tudom, majd meg kéne próbálni. Mondjuk a rajtad megpróbálom. Vagy ezen. Várjál, mert elmegy. Várjál, még leszáll. Várj, még leszáll. Most. Matt! Azaz, háromszor is meg tudtam mérgezni. Aszta. Ez az. Esle csicska. Mi ez? Mi repült ide? Meghalt. Nézzük meg, hogy Ankancs. Igen. Ez meghalt. Nem, Ankancs lett. Ó, azt akkor ezzel lehet állítani. Leesett a vízbe a madár! Ez komoly! Igen! Ott zuhant le, láttam! A tutajjal oda kell menni! Nem, itt van a ja. Parton! Valahova ide zuhant, láttam! Ott van! Látod? Igen! Csak meg fog halni, szegény! Ki tudjuk hozni? Amúgy ez lehet, hogy nem olyan nagyon-nagyon súlyos. Megnézem, drag body. Most nem, overweight és pont meghalt. Most halt meg, akkor úszunk föl!
pedig ezt... Máté, ezt is meg tudtuk volna szelidíteni. Ja, és ezzel lehet repülni amúgy, csak mondom. Várj, mi a neve, mi a neve? Hát, Pterodactylus, ezt nem tudod? Ne, ne idegesíts már fel. Jó, és az a neve a igen, az a neve, is? igen. Na és erre tud lehet a nyerget, vajon? Pteranodon Saddle. De nem tudjuk, hogy ez az-e, mert nem néztük meg a nevét, mert akas barom vagy. És ezzel tudnánk repülni, és most elrontottad. Hát, de mit én rontottam el? Hát, mert nem tudtad hát a nevét. Eleve a Morpheus. Ott van még egy. Tehetség. Mi, hol? Ott. De azt ugye tudod, hogy a Trankuáról is működik azokon amúgy. Csak úgy mondom, csak így mellékesen megjegyzem, de ez majd egy kis jövő zenéje lesz. És azt tudod, hogy a Morpheus az így tud úszni. Azt mondja, de nehogy megfulladjon. Megfullad. Nagyon jó, hogy most ez sikerült, hogy visszaszereztük a cuccainkat, meg nem csak a cuccainkat szereztünk vissza, hanem egy elképesztően értékes skorpiót is szereztünk, amivel unconscious-szé tudunk tenni egy csomó dínót. Azaz el tudunk állítani. Azaz el tudunk állítani. Ezt ez hiheted, de meg... Mi ez? Ki ez az őrült? Várj! Menjen arrébb, uram! És meghalt. Nyugi! Várj! Elintéztem a bűnöket. Börtönbe kell zárnunk! Várj ide! Ezen, nye! Ne! Jaj! Hogy mersz ide bejönni, mi? Ez az! Na. De most megölted! Meghaltál! Ja! Há! Ugye most nem engem támad. Máté! Most engem támad? Nem. Hát ha téged támadnak, akkor... Hát mert megütöttem. Vagy nem ütöttem? Miért ütöd meg? Krisztián, mit lehetne még ezzel... szédíteni, állítani szerinted? Máté, tudom, mit lehetne vele szédíteni. Na mi? Csak utána. Mondd el! Most ugyanarra gondolunk, Krisz. Igen. Ugyanarra gondolunk. Ah!